Dobogó Extra mai vendége Urmai Gábor színművész, akit gyakran látunk itt a Latinovics Színházban. Szeretettel köszöntelek. Kösz csókom. Kedves Gábor, tegeződjünk, hiszen az Köszönöm. Életben is tegeződünk. Szeretnénk ismerni a te életutadat. Én tudom, hogy te a Gornagy Mária színitanodába jártál. Így van. Hogy kezdődött ez, és egyáltalán szereplő kisdiák voltál annak idején, és mindig azt gondoltad, hogy színművész leszel, vagy inkább vadakat terelő juhász, vagy katona, ugye, ahogy írta a költő. Tehát hogy indult el ez a pálya? Nagyon régi vágy volt. Kisgyerekkoromban, tehát ilyen 5-6 éves koromban bohóc akartam lenni. Uh-huh. Tehát onnan indult, és aztán általános iskolában kiderült, hogy van ilyen, hogy színjátszó szakkör. Én is abban jártam. Előadó művész szakkör, így hívták a miénket. És akkor elkezdtem oda járni, és hát megcsapott a deszkáknak az illata, és hát ez így maradt, de... Ez hol volt, merre? Én vidéki gyerek vagyok, Veszprém megyei pétfürdői. Uh-huh. Hát az idősebbek, de az én korosztály és a Péti nitrogénművek, a Péti só, tehát innen ismerhetik. Oda jártam iskolába, de hát Isten igazából már a génekben hoztam magammal, mert édesapám Urmai József, és Pétfürdő, hát ugye az 50-es években egy gyönyörű hely volt, bármennyire is, hogy ipartelep, és ott van egy nitrogénművek, de japán kertje volt, csónakázóta, valami nyáron csónakázótó, volt rajta egy kis sziget, ahol hétvégén sramli zenekar játszott, táncolni. Horgásztál is? Nem, én nem vagyok egy nagy horgászos, nem vagyok annyira türelmes, hogy én ott ücsörögek. Télen korcsolyázni lehetett, és volt saját színháza. Mm. És ezt a színházat vezette és működtette édesapám, ő vegyészmérnök volt, tehát lehet mondani, hogy azt amatőr... Azt mondom, Veszprémben végezte, nem? Mert ott volt egy Veszprémben egy vegyészeti egyetem, nem? Alföldi. Alföldi születés édesapám. Mm-hmm. És ő vezette ezt a színházat, ami egy amatőr színház volt, de elég szépen kinőtte magát, mert édesapámat hívták a népszínházhoz színész rendezőnek, de nem jött el, mert megismerkedett édesanyámmal. Édesanyám abban az időszakban felvételizett operaénekesnek, koloratúr szoprán volt, és nem ment el, mert megismerkedett édesapámmal. Ez jóval később derült ki, és mondták el egymásnak, de lehet, hogy akkor én most nem ülnék itt, ha ez megtörténik. És te teljesítetted be az vágyát végül is, hogy te belőled lett, és te is nagyon szépen énekelsz, tehát nagyon szép énekhangod van, amit egyébként tegnap este hallottam is az Afrika esten. És akkor ez egyenes út volt, de akkor miért nem a színművészeti egyetem? Azért, mert nem volt egyenes út. Mivel ennyire erősen megcsapott a színház szele, az általános iskolákat simán vettem, tehát jelentem, nem buktam, a 8 év folyam rendben volt. Édesanyám azt mondta, hogy rendben, hogy színészet, mert én gimnáziumba akartam menni, de menjek, azt kérő, hogy menjek szakközépbe, az is érettségit ad, lehet menni vele a főiskolára, de ad egy szakmát, igen. Így van. És mivel Pétfürdő mellette Inota, alumínium kohó, és Veszprémben van ez hosszú lesz, alumíniumipari, vegyipari és híradás technikai szakközépiskola, és hogy menjek annak az alumínium szakára. Jó, oda mentem, akkor Veszprémben találkoztam a Smink nevű csoporttal, színjátszó csoporttal fönn a várban, ahova elkezdtem járni, hétfő esténként, és még inkább megcsapott a színház szele. Annyira, hogy itt viszont a második évben már erőteljesen buktam tantárgyakból. Tehát már különböző színjátszó csoportokban jártam. Az alumínium az nem nagyon kötött el az érdeklődésedet ezek szerint, igen. És aztán annyira csibész voltam, hogy a második év folyam végén pótvizsgára ítéltek, mindenre ítéltek, csak fővesztésre nem, és akkor én megszoktam otthonról. Aha.
Tehát inkább megszöktél, Petőfi Sándor. A pótvizsgára menés. Vándor színésznek álltál? Hát majdnem csak, de a pótvizsgára indulás napja előtt a pincébe elrejtettem a hátizsákba a holmiémat, egy kis kézbe. Hű, de romantikus. Öltönyben elindultam otthonról, elköszöntem, le a pincébe, föl a hátizsák, és azzal a lendülettel bementem az iskolába, mondtam, hogy akkor én elköszöntem, nem jövök ide többet, de hogy ilyet nem lehet, mondom, de nem fogok jönni szeptemberbe, akkor én egy pár órát nem jövök, ugye kirúgnak, igen. Hát mondom, akkor simán nem jövök, tehát ennyi. Uh-huh. Bementem a postára, jelentkeztem újságkihordónak, annyit tudtam, hogy dolgozni kell, és lementem Csopakra egy színjátszó táborba. Ahonnan a csoportvezetőm ezt tudta, hogy mi történt, és fölhívta édesanyámat, hogy ne izguljon, a gyerek itt van, tehát 16 éves voltam akkor. És édesanyám annyira jó fej volt, hogy nem rendelt haza, hanem mondta, hogy jó, maradjak. A Hajba Feri, úgy hívták a csoportvezetőt, vele persze minden nap konzultáltak, és közben elintézte nekem Várpalotán a gimnáziumot, uh-huh. ahol elsőbe kellett kezdenem, mert én nyelveket nem tanultam. Persze, újra kellett mindent indítani. És akkor én elmentem 16 évesen elsőbe, az teljesen jó volt, pláne a gimibe voltak már barátaim. Na, ott is színjátszás zajlott. Természetesen. Ahol az első év az arról szólt, hogy ilyen versmondó díjat hoztam, olyan színjátszó fesztiválon nyertünk, kaptam sorra dicséreteket, még a tanulással se volt gond, mert németet kellett tanulnom, és az első év az arról szólt, hogy az olvasmányt bemagolni, eljátszani. Hát én bemagoltam, tehát az gond nem volt. Második évben kezdtük el a nyelvtant is. Hát azzal már gond volt. Úgyhogy megint buktam, remélem gyerekeim ezt nem fogják nézni. Érdekes ez a művész agy, hogy érdekes, az én gyermekem is színművésznek készül, és valahogy a nyelvek sehogy sem mennek. Közben meg a memoriterek, azok csak úgy sutty pillanatok alatt a színdarabok, és a nyelvtan, egy nyelvből, nem tudom, nektek ilyen különleges agyberendezésetek van. Ez biztos, igen. Most már meggyőződtem róla, hogy ez így van. És akkor itt a Kálvár, még mindig nem tartunk a Gornagy Máriánál. Mert... még mindig van egy Kálváriát. Hát igen, mert a második év végén voltam 18 éves, de már nem ismételhettem évet, és még egy adalék, hát én fél éves voltam, amikor édesapám meghalt, tehát édesanyám nagyon korán maradt özvegy, és egyedül nevelt minket. Hányan vagytok testvérek? Ketten, van egy 6 évvel idősebb bátyám, ő grafikus. És azt mondta édesanyám, hogy annyi a családi pótlék, ilyen 4500 forint volt akkor, azt mondta, hogy nem keresel ennyit, ha elkezdesz dolgozni, akkor tanuljál. Akkor elmentem szakmunkásképzőbe, na az is szép volt, hogy 18 évesen beültem, mert csak oda mehettem már. Persze, beültem, most már végigjártad a rangvétrát, hogy beültem hova lehet menni. 14 évesek közé géplakatos képzőbe, azt elvégeztem, tehát van egy géplakatos szakmám. De soha nem művelted. Hát úgy nézett ki, hogy a mester bemászott a nagy fém hordóba, biztos nem ez a neve, hogy hordó, és kiszólt, hogy kérje a 18-as kulcsot. És akkor én így fölvettem a szerszámokat, és nézegettem a számokat. Melyikre mi van ráírva? Igen, akkor kinézett, azt mondta, hülye. És akkor így félretolta, kivette, onnantól kezdve az volt a dolgom, hogy viccet meséljek, és a reggeliért kellett kimennem. Nem értek hozzá. Azt elvégeztem, közben persze rájöttem, hogy én színész akarok lenni, és érettség is kéne, és akkor a szakmunkás képző utolsó évében abba hagytam a színjátszást, és itt Budapesten a Vörös Marti Gimnázium dolgozók esti tagozatán egy év alatt letettem 3 év, mert ugye az első megvolt, a második, harmadik, negyedik év folyam osztályvizsgáit, meg leérettségiztem. Tehát azt mondtam, hogy akkor ezt az egy évet be kell áldozni ennek. Csak ekkor ugye már 21 éves voltam, mire leérettségiztem, és be tudtam adni a felvételi lapomat,
nem volt annyi eszem, mint Hujber Ferinek. Tehát én becsületesen próbáltam. Igen. És de gondolj bele, vannak, akik kétszer, háromszor, négyszer, ötször próbálkoznak. Tehát akár ez az is hozzátartozik, tehát hogy 21 évesen jelentkeztem, és olyan 30 évesnek néztem ki. Én 18 évesen elkezdtem kopaszodni. Ugye bekerültem a szakmunkásképzőbe, tanműhely, egy öreg szaki volt az oktatóm, amikor kalapáccsal vertük a fémet, akkor is svájci sapkát kellett hordanunk, nem csak a fúrógépnél. Persze, hát hosszú hajam volt. Azok a szilánkok. És persze, meg hát a forgó alkatrész munkánál, hogy a hosszú haj a nem lehet belekapni. Így van. És a svájci sapka fűtött tanterem, iszonyú meleg, tehát, és ezt örököltem édesapámtól, tehát ezért ő is korán kopaszodott. Nagyon hamar nekiálltam, 18 évesen nekiálltam kopaszodni, és onnantól kezdve egy nagyon büszkén hátrafésülve hordtam. És ehhez még volt egy ilyen kis rumcájszos szakállam. Úgyhogy tényleg jó tízessel néztem ki öregebbnek, mint ami vagyok. És még, talán még azt is hozzáteszem, hogy nem is voltam jó a felvételén. Dohányoztál? Igen, de minimális, tehát az akkor még nem volt dohányzásnak nevezhető. Nem voltam jó. Én nem hiszek az egyszemélyes színjátszásban. De persze léteznek monodrámák, de én a színjátszás csapatmunkának tekintem. Tehát amikor két ember ül és egymás szemébe néz, és érzéseket közvetítünk egymás felé, és ott a néző, ő azt nézi, de számomra az a színház. Én egyedül meghalok. Szóval a lényeg az, hogy ide nem vettek föl. Ide nem vettek föl. De akkor te megint léptél tovább, ugyanúgy, mint léptem, előtte, mert tanulni kell. Szakközépiskola. Tanulni kell az árvajáradék miatt. Így van. És följöttem Budapestre a nyomdaipariba. Ja, hogy előbb a nyomdaipariba. Azt hittem, hogy már ott tartunk a Gornagymáriánál. Nem, mert akkor én még arról nem tudtam. Följöttem a nyomdaipariba, és közben hallottam én a Gornagymáriának a suliáról, ami kerestem az iskolát, kerestem, és ami címet tudtam, hogy a Rákóczi úton van a tanoda, én járogattam oda, nem találtam soha senkit. És nagy nehezen egy kerülő úton sikerült megtudnom, hogy akkor éppen a Honvéd Művész Együttesnél voltak. Stefánia úton. Igen. Igen. És akkor oda mentem, még nem is a Stefánia úton, hanem a stadionoknál. Stadionoknál, tudom. És de Mari, gondolom, hogy tártkarokkal fogadott, nem? Igen, mert ott viszont pofátlan voltam, mert már rég ment az év, tehát már október volt, és bementem és elmondtam neki, hogy én kerestem, én minden nap ott voltam a Rákóczi úton, most arra tudtam meg, hogy itt van, hogy itt vagyok. Mondta, hogy akkor gyere. És ennek a gyerének köszönhetem, hogy a pályán vagyok, olyan tanáraim voltak, mint Benedek Miklós, Koltai Robi, Pogány Judit, Mensáros Laci bácsi, Konrád Tóni volt a beszédtanár, és zenés mesterségre a Mikó István tanított. Ó, hát remek. És amikor a Pisti igazgató lett az Arizona Színházban, akkor ő mondta, hogy gyere ide. De aztán megint elég változatos volt az életed, mert úgy tudom, hogy a Szkénétől Székesfehérváron át, Szolnoktól, ugye Budaőrség, Centráltól, nem is tudom, mit mondjak még, milyen vidéki városig, tehát nagyon sok helyen megfordultál, és jelen pillanatban is, ha jól tudom, akkor szabadúszó vagy. Így van. Sok helyen megfordultam, ez meg köszönöm megint a Marinak, hogy ugye mentem én ezzel a 30 éves fejemmel, és a színezős csehó Western Musical vizsgánál találták ki a Mariék, ahol a Kocsmárost játszottam, hogy figyelj, ez téged nagyon öregít, hogy borot váld le. Nem volt egyszerű döntés, mert akkor Angyalföldön éltem, ott egy dalbérletben, és akkor a skinhead mozgalom az elég erős volt. És rámondom, jó, letoltam, onnantól kezdve szövetnadrágban jártam, zakóban, tehát nagyon ügyen... Véletlenül se tévesztenek semmi bakancs, semmi farmer, semmi ilyesmi bőrcseki nem volt.
és letoltam, és valahogy akkor az alkatom és a korom elkezdett közelíteni egymáshoz. Még akkor sem volt patent, mert azért egy picikét még ilyen magasabb hangom volt, akkor is... Kicsit korpulensebb voltál. Ez az alkat, tehát igen. Kurtalápú üzemök gyerek vagyok. Valódi mackó. Igen. Mondjuk ezt inkább így. Úgyhogy ez az alkat voltam, vagyok, de már közelített a külsőm a koromhoz. És valóban szerencsém volt, mert sok helyen tudtam játszani az egyik osztálytársam, az idő angoltanár volt, tanította angolra az Asher Tamást, és kim voltunk a tanodával Angliában, és akkor az egyik órán ott nézegették a fotókat, a Tamás meg az Ida, és éppen akkor rendezte a Katarina Blum elvesztett tisztességét, és akkor Ida foton rám bökött, hogy ő ki. Mondta, jó, küld be. És akkor így bekerültem az Asher Tamásnak a rendezésébe. Ami nagy szó, mert hát azért azok nívós előadások. Igen. De a tévéből ismerünk téged még, az Öt zsarúból, meg az 56-os filmből, ugye, ahol együtt játszottál Bubikkal. Igen. Hát a te külsőd és hangod, de te csak elkezdett ismerté válni a nézők előtt, sok néző előtt. Szerencsére minden sorozat, létező sorozat meg volt. Van olyan, amiben már több karaktert is játszottam. Amik most mennek, nem? Tehát a Jobban Rosszbanban is láttam? Jobban Rosszbanban is. Ugye arra emlékszem, igen. Ott a Jobban Rosszbanban az elején én voltam a rendőr, uh-huh. És most a túloldalon vagyok, most kis gonosz. Gonosz, igen. Ott vagy a fehér Konrád csapatában. Igen. Igen. Úgyhogy igen, szerencsém volt. Tehát úgy a film is megtalált, mozifilmek is azért voltak. Tehát nincs okom panaszra. Na most ugye itt ülünk a Budaörsi stúdióban, és én téged innen Budaörsről ismerlek. Láttalak tavaly egy kabaré előadásban, de aztán inkább azt mondanám, hogy a képzelt beteg az, ami nekem nagyon tetszett, és egy nagyon nívós előadás volt. Meg az is érdekes, hogy amikor utána néztem a te mostani pályádnak, hogy két darab kaktuszvirágában is játszol. Igen. Tehát igen. Két különféle felfogásban, egyiket itt, és a másikat pedig ugye a Déta Renciékféle, Hújbert Feriékféle társasággal közösen. De ugye van itt Ármány és Szerelem, a Schiller darab, és tegnap este pedig egy magatok által néhány kollégával összeállított afrikai zenés műsorral járjátok az országot, és az most itt volt a Tűzoltó Kávéházban. Remekül zenész, tehát remekül dobolsz, jól énekelsz. Ez a sok-sok műfajúság, ez honnan ered, illetve mi a kötődésed ezek szerint Budaörshöz, hogyha már ennyi darabban láttunk? Gyorsan a zene, mert az a rövidebb, tehát a zene szeretetét és az énekhangomat, azt ugye, ahogy említettem, hogy édesanyám opera énekesnő akart lenni, tehát tőle örököltem. Ritmus érzékem van, tehát annó tanultam gitározni, de nem voltam elég türelmes, meg talán az ujjaim se alkalmasak rá. A rövid kurta lábhoz rövid kurta ujjak járnak, úgyhogy így a zongora is kimaradt. A Budaörshöz viszont nagyon régi a kötődésem. Még tegyük vissza egy picit a zenéhez, tehát ott remekül dobolsz például ezen az Afrika esten. Az valahogy úgy alakult, hogy ilyen-olyan bulikon az éneklés közben mindig van egy ember, aki az asztaltütés adja ez a tempót. Ez egy kicsit több volt, mint asztalütögetés. Mert a szkénében való játszásaim során megismerkedtem a Deák Tamással, aki remek kongás, és már nagyon régóta játszok, és a Sipos Andrással is, Isten nyugosztalja, együtt játszott. És így a Tamással alakult ki az, hogy elkezdtünk együtt zenélgetni, és ő elkezdett engem tanítgatni, és akkor azt mondtuk, hogy ezt mutassuk meg. Nagyon jól tettétek. Na akkor Budaörs. Kapcsolat, hogy kerültél ide először? Először én nagyon sok színháznak voltam alapító tagja.
Tehát lehet mondani, hogy az Arizonának is, mert amikor amikor igazgató lett, a Táliából lett az Arizona, ott voltam. Majd Arizonában történt, ami történt, lettünk Sopronban a színészek, és ott szintén alapító tag voltam. Ott is a mikópista volt, ugye? Van, mentem ő a volt Pistivel. Az első, igen. Első igen, és ott, ott hosszú ideig voltam, tehát a Sopron az egy hosszú idő az életemből. Jöttem a Vidám színpadra, amikor a Puskás Tamás és lett Centrál, ott is alapító tag voltam. És akkor térjünk Budaörsre, ugye a Budaörsi Színház most már 17. évadát kezdi. Így van. És alapító tag voltam, mondhatjuk így, mert a színháznak az első önálló bemutatója az a Brecht Dobszó az éjszakában volt, amit a Éles Béla, rendezett, és abba hívott a Béla játszani. Ő még Tatabányai időszakából ismer engem, mert Sopron és Tatabánya közös produkciót csinált, és onnan ismert és hívott, és örömmel jöttem, és játszottam az ő idejében is több darabban, jött új igazgatás, játszottam az új igazgatás alatt is több darabban, és most megint új igazgató van, és játszom ugyanúgy több darabban. Egy kritika meg is említette, hogy az elmaradhatatlan Úrmai Gábor, tehát lassan leltári számot fogok kérni a színházban. De nagyon jó szerepeket adott neked Frigyes András. Igen, így van, így van. Tehát én úgy látom, hogy tényleg testre szabottak ezek a szerepek. Mik is ezek? Akkor ugye mondjuk a kaktuszvirágát. A kaktuszvirágával az első, amiben kezdtünk. Ugye mondtam, hogy kétféle felfogásban is játszod. Igen. Igen, a kaktuszvirága volt az első, és ott Kosét játszom, és biztos, hogy Kosé vagyok, hiszen mint ahogy említetted, hogy két helyen is játszom ezt a darabot, a Bánfalvi színházában is Kosét játszom. Nem véletlen, hogy ezt a szerepet adták igen. neked, igen. Ez attól is nehéz, hogy... De más felfogás, teljesen más felfogás. Hát pont ezért, és a szöveg majdnem ugyanaz, csak egy picit más. És a felfogás is abszolút más, de legfőképpen a szövegnél kell nagyon figyelnem. A felfogást az persze azt bepróbáltuk, tudom. A szöveget is bepróbáltuk, csak kétfajta módon próbáltam be. Uh-huh. És ez nehéz. Nincs nehéz. Előadás, hogy ne venném át éppen annak az előadásnak a szövegét, hogy pontosan hogy van. Mert én nem szúrhatok ki a kollégával. Persze. Tehát az itteni kolléga azt a végszót várja, ami itt lett begyakorolva, nem azt, ami ott. De a képzelt beteg egyébként nyert is, ugye? Legjobb férfi szerep, legjobb női szerep, tehát Lukács Andor és Tóth Ildikó is, tehát hál' Istennek a szakma is felfigyelt rá. De ez visszaigazolás a kritika is, igen, így van, pontosan, és akkor abban is játszol. Igen. Nagyon jó az Ármányi szerelem. Nekem például nagyon tetszik ez a modern felfogás, hogy Soksis Árpád meg Berzsenyi Belág Ádám ezt így kitalálták, és úgy gondolom, hogy a diákoknak is, akik ugye kevésbé ismerik Schillert, és azért tanulni kéne, meg tudni kéne róla valamit, azért ez nagy segítség, hogyha a gimnazisták is meg tudják nézni. Nehéz az a fajta játék, stílus, játék, modor, de nem modorosság, játék, modor, amit kitaláltak, hogy játsszuk el ezt a darabot. Egyrészt egy nagyon lecsupaszított színpadkép. Ilyen dobogók. Dobogó emelvény rendszer. Így van. És hétköznapi ruhákban vagytok. Igen. És a másik kérés, ami volt, de hát pontos helyeken megbeszélve, nagyon sok a kifelé való beszéd és monologizálás, egy helyben állva, nagyon erősen szövegcentrikus. És te ott színház. Azt hiszem, hogy jól emlékszem, akkor a Millert, ugye? Nem, én ott a Komornyikot játszom. Komornyikot, zárt kabinet jelenetem van benne. Ki játszott ezt a klasszikus előadásban? Nem tudom. Mert ugye Pécsi Sándor volt, Sunyoszki Szilvia. Sok esetben ki szokták húzni egyébként. Ja, Komornyik szerepét. Igen, mert maga a cselekmény szempontjából nem nélkülözhetetlen jelenet. Tehát se Ferdinándot, se Miller Luizát a szerepfejlődésben nem löki tovább.
egy egyéni különálló sorsot hoz be ez a, igen, a igen, kommunik. Igen, egy apa, aki a herceget szolgálja, és előtte levő nap az a herceg, ahol ő alkalmazásban áll, erőszakkal besoroztat fiatalokat, és az ő gyerekeit is elviszik. Amerikában, tehát elviszik a másik kontinensre, a háborúba, a halálba, és ő továbbra is ott kell, hogy dolgozzon ezzel a tudattal és állapottal. Ez egy nagyon összetett érzelmileg ez a szerep, és ez mégis egy kis kabinet alakítás. Igen, én nagyon szeretem, nagyon szeretem. Meg kell említenünk még egy műfajt, én úgy gondolom, és ezek a gyerekdarabok. Méghozzá annyira fontos, hogy nem csak klasszikusokat játszotok, hanem ti magatok néhány kollégával együtt összeálltatok, és saját gyermekszíndarabokat hoztok létre, és ezzel járjátok az országot. Ez hogy alakult ki? Hát úgy, hogy az ember előbb-utóbb apa lesz, és gyerekei lesznek, és ha már színész, akkor azt mondja, hogy miért ne játszak a gyerekeimnek. Mekkorák ezek a gyerekek? 11 és 9 éves két lányom van. Mind a kettő jár a Földesi Margithoz? Nem, a nagyobb jár. Mert azt tudom, hogy múltkor oda vitted, amikor beszélgettünk a Földesi Margithoz. Nagyobb jár, és ő már játszik is a Magyar Színházban. Fertőzve van. Igen. Na, mert ott sok gyerekdarabban mostanában, igen, a Magyar Színházban. Igen. Tehát már játszik is előadásban. Játszik az égig őrő fűben. Büszke vagyok rá, mert maga csinálta végig. Tehát semmi nem volt, hogy bementem, figyeljetek oda a gyerekre. Pont amiatt, mert azt akartam, hogy ő érje el. És a kisebbik, ő is érdeklődik a színművészet iránt? Hát ő lehet, hogy most kezd érdeklődni, pont innen a beszélgetés felvételéről megyek be az iskolába, mert tavaly kikérte magának, hogy ő versmondó versenyre menjen, és idén ő találta ki, hogy megy, úgyhogy most először lép majd föl, hát izgult is reggel rendesen. Nem tereltem-e felé őket, nem is tiltom, ők tudják. De azért akarnak. Bennük van, látom. Meglátják is otthon. Persze, egy különleges varázs. Na akkor visszatérve ez a maszmókákhoz, meg a saját gyerek előadásokhoz. Ugye említettem a zenélést a Deák Tamással, és közben Tamásnak is van gyermeke, a Vertik Timinek is 3 gyermeke van, és hogy akkor csináljunk már valamit a gyerekeinknek. És így jött az ötlet, ha már afrikai hangszerekkel játszunk, akkor kitaláltunk egy szerintünk helyes történetet. Az, meg kell mondanom. Én ugyan személyesen nem láttam, de a barátnőm igen. A Velvárosban is mondják, hogy nagyon nagy siker volt. Mi is szeretjük, és úgy írtuk meg a Maszmók Afrikában, ez az első rész, hogy van egy kisfiú, aki Afrikában csámborog, kódorog, és találkozik egy kis krokodillal, kokoróval, és őt akarja haza segíteni. A kis krokodil elszökött otthonról, mert ő nem akar krokodil lenni, ő más akar lenni, és aztán a végén a kalandok során rájön, hogy legyél az, aminek születtél. Tehát a mondani valója, tehát mindig van benne, mert van már második rész is, van benne valami erkölcsi mondani való, de nem bele súlykolva a gyerek szájába. Vannak benne olyan természettudományi információk, ami valós adatok az állatokról, a hány kilométerrel fut a gepár, milyen elefántok vannak, de az se belesúlyolva, ha megjegyzi, lehet, hogy majd, amikor földrajzórán tanul, ja, én már ezt hallottam a kokoróban. És a folytatása az mi ennek a darabnak? Azzal pedig Amerikába mentünk, tehát az indiánok közé, és ott is maszmók vándorol, de ott a környezetszennyezés a fő alapvető téma, és azt kell megoldani.
Hát kívánom neked, hogy ez a sokszínűség, ez folytatódjon, minél többet lássunk téged itt a Latinovic Színházban és az ország különböző színházaiban, a televízióban, filmen és a sok ilyen önálló estet, zenést és gyerekestet csináljatok még. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban velünk. Kedves nézőink, a Dobogó Extra mai vendége a Latinovic Színház egyik alapító tagja, mondhatjuk ezt is, most már így Urmai Gábor volt. A szerkesztő műsorvezetőt Linka Ágnes látták, hallották.